Sziasztok! A falburkolással meg lennék nagyjából. Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy-két olyan tapasztalatot. Itt a mérésnél az volt a lényeg, hogy fölül egész nap legyen, lehetőség szerint, és a vágás az lentre kerüljön. Ugye azért kezdtem a padlóval, hogy tudjuk a fugát futtatni. Ez így megtörtént. Tehát itt két, mivel el van fordítva, két 60-as adta ki a 120-asnak a szélességét. Itt meg szépen felmegy a falra az egy fuga. Gyakorlatilag itt gérbe láttam ezt a kis részt, ahogy említettem. Most amit itt látunk, ez a másfél centi, az konkrétan a lejtésünk. Az ohányzó az úgy lett megoldva, hogy ugye ki van mérve pontosan az egy méter, és csak így van bebillentve, tehát gyakorlatilag itt, amit látunk, arra fele lejt az egész, kivéve itt ez a 5-6 centi, ami kis fugával meg van lepeszve, annál meg vissza van billentve. Tehát talán így látni, hogy visszafele lejt. Eddig erre, itt meg visszafele van billentve. Talán itt látni jobban, hogy ez a kis darab, ez visszafele lejt. Az zuhanyzót ugye, az zuhanyzónak a padlóját sokféleképűleg lehetne. Itt gyakorlatilag az volt a kérés, hogy lehető legkevésbé legyen összevágva. Tehát ezért ilyenkor ezt szeretem, hogy csak egy irányba lejt. És sajnos későn kerültem én képbe, és már be volt állítva a folyóka, de ilyenkor az az ideális, hogy ez a folyók az teljesen a fal tövébe legyen, és akkor még azt a kis csíknak is a billentését is elkerülhetjük. Tehát ha ilyen van, akkor érdemes a folyóka részt teljesen a falnak neki tenni, és akkor nem kell annyi irányba összevágni. Na, tehát ez így lett megoldva. Ugye, ahogy említettem, itt ezen az egyenes részen, tehát ugye ez vízszintes, ide megy majd az üvegprofil fel végig, ott egy másik fajta burkolatot kap. Itt középen el lett az, hogy két azonos méretű darab kerüljön. A méréshez visszatérve, ugye említettem, hogy ez hogy szoktam, meg hogy érdemes csinálni. Tehát lézerrel mértem egyet, és megnéztem, hogy a mennyezetünk mennyire vízszintes. Ez akkor, ha egész lappal szeretnénk megérkezni fölülre, nagyon fontos, hogy megnézzük. Ha ezt nem nézzük meg, és ne talán a méretek nem úgy alakulnak, az nagyon nagy probléma, ha felül megérkezik egy kis csík. Tehát inkább az legyen, hogy egész lapból kelljen kivágni, mint az, hogy felül kis csík legyen. A jelen esetben úgy indítottam, hogy itt az zuhanyzón belül konkrétan ott van a teljes lapnak a mérete, tehát az a lap, az van beállítva 120-ra. Tehát itt, ha megnézzük. Ez van 119 félre, mert annyi volt a lapunk, és gyakorlatilag azt a méretet, vagy azt a vonalat vetítettem körbe mindenhol, az még azt eredményezte, és ezért nagyon fontos, hogy ezt lézerrel nézzük meg, mert az még azt eredményezte, hogy némelyik helyen, például itt a sarokba, itt már csak 117.
Ez már csak 117. Ha megnézzük a másik végét, itt még 118, ha teljesen ellentétes sarkát, ha megnézzük, itt meg 119. Tehát 119 fél, 116, 118, 119. Tehát valószínűleg ez monolit beton volt, ott valami elcsúszott, de ez most annyira számomra nem is számít, ebben nem szeretnék annyira belemenni. Tehát az a lényeg, hogy ha úgy van, akkor inkább kelljen vágni a lap tetejéből, tehát semmiképp az a 2-3 centi, ne talán több is, ne jelenjen meg nekünk oda föntre. Persze padlón mindenhol az a 28 egész valahány centi van, úgyhogy azzal nincs baj. Amire kell még figyelni, hogyha ne talán ez fordítva lenne a kezdés, hogy alulról kéne indítani egész lappal, akkor mindenképp a zuhanyzó résztől kell mérni, tehát az lenne a legmélyebb pontja, és akkor a többi lapból, ez egész lapból végig kell vágni az aljából azt a másfél centit. Mert ha nem úgy indítunk, akkor gyakorlatilag ami a lejtés lenne, olyan csík kerülne be. Tehát, hogyha másfél cent is lenne a lejtésünk, vagy 2 centi, akkor itt 2 centi jelenne meg. Tehát, hogy ha lentről indulunk egész lappal, akkor mindenképp a zuhanyzó részről kell indítani a teljes lapot, és akkor körbe mindenhol levágni az aljából az egész lapnak. Ezek a lapok egyébként gyönyörűek, szerintem mintázatban meg minden, viszont meglepődtem, hogy mind méretben, mind síkban nem voltak annyira pontosak, tehát eléggé görbék voltak, és nem csak az, hanem a retifikálásnál van úgy, hogy némelyik lap jobban meg van fózolva, mint másik, tehát hogy most milyen példát mutassak, talán itt látni jobban, hogy itt iszonyúan le van csiszolva a széle, a másiknak fönt annyira nem, tehát ilyen gondok voltak vele, tehát ez annyira nem, ennek annyira nem örültem, például ha megnézzük ezt a lapot, ez meg egyáltalán nincs megfózolva, tehát nincs rajta olyan nyom, itt meg olyan nagyon nagy a fóz. És akkor még egy csomó ilyen apróság, tehát akár itt is láthatjuk, hogy iszonyúan le van fózolva, tehát ezáltal még ami le van fózolva, az ugye méretben is egy kicsit kisebb, tehát össze lehetett hozni, de dolgoztam már ettől jobb burkolattal is. Na de ilyenkor jól tud jönni, ha szintező rendszert használunk, bár ha a lapnak csak az utolsó pár millie görbül el, ott már nem tudunk mit kezdeni vele, tehát 2-3 centi távolságban nem tudjuk visszahajlítani. Ragasztás ugye a szakás szerint Keroflex Extras egyel történt, a lapot is kentem, meg a falat is. Itt egy apró olyan dolog van még, hogy mostanában úgy szoktam, hogy először a felületre is húzok egy kontakt réteget, és csak utána húzom a fogos részével. Tapasztalatom az, hogy úgy tényleg jobban meg tud tapadni, és annyival nem jár több idővel, tehát érdemes ezekre apróságokra is figyelni. Amire számítani kell még ősszel, meg télen, hogy tényleg a anyagok nem úgy tudnak száradni, nem úgy tudnak kötni, tehát ilyenkor érdemes várni a fugázással, tehát nem szabad rögtön pár nap után kifugázni, mert konkrétan, ha egy új épületben vagyunk, ahol még nem
volt soha felfűtve, tehát nem volt bekapcsolva a fűtés. Ott azért a pára meg minden azért nagyon nagy tud lenni, tehát hogy fugázásról érdemes egy kicsit várni. Már az előző részben is említettem, hogy általában a fallal szoktam kezdeni, és csak utána a padlóval. Most ugye a padlót raktam le először, olyankor érdemes letakarni, és akkor úgy dolgozni rajta, nap végén feltörölni, és akkor nincs baj. Tehát csak akkor szoktam a padlóval kezdeni, ha futtatni kell a fugát. Tehát, hogy minden más esetben először a fallal, és csak utána a padlóval. Úgyhogy jelenleg így néz ki. A furatokat kell megcsináljam, amit ugye beszoktam mérni, és utólag szoktam elvégezni. Mai részben nagyjából ennyit. Köszönöm a figyelmet, aztán majd jelentkezek. Sziasztok!